Egy ember meghalt, többen megsérültek New Yorkban, ahol összeomlott egy parkolóház felső szintje, néhány ház tömnyire a Városházától és a Brooklyn hídtól Manhattanben. Egy az egyik szomszédos épületben tartózkodó szemtanú azt mondja, nagy csattanást hallottak, azt hitték az ő épületükkel történt valami. Az ablakokból aztán füstöt láttak és azt, hogy minden összeomlott. Törmelékek, füst, elsüllyedt autók, mindenütt, mintha egy film lett volna, szörnyű volt, mondja a nő. A sérültekről a mentést irányító tűzoltó parancsnok adott tájékoztatást. Az összeomlás idején 6 munkás tartózkodott az épületben. Egyikük meghalt, 4-et stabil állapotban szállítottak kórházba, egy megtagadta az orvosi ellátást. Ez rendkívül veszélyes művelet volt a tűzoltóink számára, mert miközben átvizsgálták az épületet, az tovább omlott, ezért úgy döntöttünk, hogy minden emberünket eltávolítjuk az épületből, mondta a tűzoltó parancsnok. New York polgármestere Eric Adams azt mondta, robotkutyát és drónt is felhasználtak annak érdekében, hogy valós képet kapjanak arról, mi történik belül a teljesen instabil épületben.